Több országból is érkeztek szurkolók az izraeli labdarúgó válogatott Svájc elleni Európa-bajnoki selejtező meccsére felcsútra. A legtöbben szervezett módon Izraelből érkeztek, hogy a háború kitörése után elhalasztott és áthelyezett találkozót megtekinthessék. Az izraeli csapat következő selejtezőjét is a Pancsó arénában játssza majd Románia ellen. Éneklő izraeli szurkolók felcsúton. A Hamász terrortámadása után kirobbant háború miatt ugyanis el kellett halasztani Izrael labdarúgó válogatottjának októberi hazai Európa-bajnoki selejtezőit, és a jelenlegi helyzetben ezeket nem lehet az ország területén megtartani. A Magyar Labdarúgó Szövetség önként felajánlotta, hogy stadiont biztosít az izraeli csapatnak, ez pedig a Pancsó aréna lett. A Svájc elleni meccsre sokan szervezetten buszokkal érkeztek, többen közülük Izraelből. Sok embernek volt jegye erre a meccsre, amit Izraelben kellett volna lejátszani, és nagyon sokan nem is tudtak eljönni. De Magyarországon most láthatjuk a meccset, és nagyon boldogok vagyunk, hogy kicsit másra figyelhetünk, és nem a politikára. Akadt olyan drukker is, aki már régóta él Budapesten, és együttérzését akarta kifejezni azzal, hogy kilátogat a találkozóra. Ez a legkevesebb, amit megtehetek, hogy szurkoljak, hogy megmutassam a szolidaritásomat az izraeli közösséggel. Ez tényleg a legkevesebb, amit az országomért és a népemért megtehetek, nyilatkozta ez az úr. Nem csak izraeli szurkolók váltottak jegyet a hazai szektorba. Picit talán kikapcsolja őket a folyamatos, borzalmas hangulatokból. Van izraeli barátunk, hetente kétszer beszélünk velük, vele Skype-on, és hát nagyon rossz a hangulatot nyilván, nagyon megrázó. Svájcból is érkeztek nézők a Fejér megyei településre, hogy drukkoljanak az országuk válogatottjának. Épp Budapesten töltöttem a vakációmat, amikor megtudtam, hogy lehet jegyet venni. Imádom a futballt, úgyhogy most itt is vagyok, árulta el ez a svájci drukker. A találkozót a rendőrség nagy erőkkel biztosította. A parkolókba is a megszokottnál alaposabb ellenőrzés után lehetett bejutni, illetve gépfegyveres készenlétisek is felügyelték a biztonságot. Az izraeli válogatott következő mérkőzés is itt a Pancsó arénában lesz, szombaton Románia ellen. Az Izrael-Svájc EB-selejtező egy-egyes döntetlennel ért véget.